Telekom Aktív Szurkolók program résztvevői között számos érdekes karakterrel ismerkedhettünk meg az elmúlt hetek során. A civil életben érdekes és nem túl szokványos szakmát űz Szabó László is, aki ortopéd cipészként dolgozik. Lacics stábunk munkahelyén látogatta meg, ahol mesélt hivatásáról és a Fradihoz való kötődéséről is. Én szerkesztett lakatosként kezdtem, nem tetszett, és cipész szakma jött elém, és kipróbáltam ezt a iskolát, szakmát, és azóta ez is egy szerelem, a másik a cipő az szerelem, a bőrrel való foglalkozás, és azóta 92 óta ezt csinálom folyamatosan. Most ortopédiában dolgozom, ortopéd cipőket csinálok, előtte színházaknak, filmgyáraknak csináltam cipőket. Kiskorom óta fradista vagyok, az iskolába kezdődött, mindenki a videótonnak szurkolt az osztályba, én egyedül a Fradinak, és azóta megmaradt ez a szerelem. Vidéken nőttem föl, és nem nagyon tudtunk így meccse járni, ez olyan 95 körül, mikor volt az a Vince Otto Telek András széri, akkor tudtam meccsekre járni, és akkor kezdődött tulajdonképpen a meccsejárást. Laci családjában már tovább örökítette a fradizmust. Fia Krisztián édesapjával közösen jár a mérkőzésekre. Ez a örökölésem az apától, ez a fradi iránti szeretetet, és ugye az iskolában ugyanúgy én vagyok a egyetlen fradi szurkoló, a más például a Chelsea-nek, vagy a Barcelona-nak, vagy a Realnak szurkoló. Laci és Krisztián kedvenc játékos a Lovrencsics Gergő. Apa és fia pedig úgy döntöttek, készítenek egy testhez álló meglepetést játékosunknak. Néztük a tévében az aranycipő átadást, a Ronaldo kapta, Cristiano Ronaldo kapta, és a kisfiam megkérdezte, hogy magyar játékos miért nem kap. És akkor eldöntöttük közösen, hogy akkor csinálunk a kedvencünknek, Lovrencsics Gergőnek egy aranycipőt. Ez nem ugyanaz, de szívből is. Szeretetből adjuk, csináltuk. A cipőt azt együtt találtátok ki, hogy milyen legyen? Igen, ezt én terveztem, leültünk az íróasztal mellé, én terveztem, és kialakult, igen. Ez ilyen családi dolog, mert a dobozt a feleségem választotta, és a cipőt pedig. Picit mesélj ezek róla, hogy miből van, illetve hogy ez... Aranybőrből van. Aranyszínű borjúbőrből van. A bélése is borjú. A talpa az gumi. Vásároltam ilyen terítőt, és azon volt a logó, és abból vágtam ki a logót, és abból tettem be és akkor a logót. Teljesen egyedi tervezés, ilyen nincs másnak, és ez kézzel készült. Mivel Laci az Aktív Szurkolók programmal hétről hétre a Népligetben edzik, lehetőségük volt arra, hogy személyesen adják át a különleges ajándékot kedvencüknek. Ez most engem is meglepett, de nagyon örülök neki, tényleg egyedi, hát nem is tudom. Már csak hétvégén nyerni kell, és akkor a szín is tökéletesen passzol, ugye? Megmondom őszintén, hogy hát... Nagyon boldog vagyok, tehát ilyenben nem volt részem még karrierem során, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a cipőt, úgyhogy fogom használni rendszeresen. Jó helyre került tehát az egyedi lábbeli, ahogy pedig az Gergő megjósolta, a csapat a hétvégén megszerezte a bajnoki címet, így a cipő színe is tökéletesen passzol az aranyérmes szezonhoz.